És szeretném, hogyha ide előre jönnétek, Egri István és Ilona kedves felesége. Istvánkám, itt vagytok? Tudom, hogy itt voltatok, csak... itt az István, csak... Gyertek előre, gyertek ide, kedves feleségeddel együtt. Szóval azt csicseregték a madarak. Na nézzétek meg ezt a házaspárt. Gyertek, legyetek ide, föl, légy szíves, gyertek. Hát még most is teljesen látszik rajtuk, hogy mennyire szeretik egymást. Ne a te kezed. Az jogosabb, mint az enyém. Nagyon-nagyon szeretem őket, mert az ő életükben is azt látni, hogy amikor hűségben, szeretetben valaki megöregszik, már bocsánat, nem vagytok ti öregek, csak hogy megkorosodik inkább, így mondjuk. És látni ezt, akkor annyira szép dolog. Én nekem mindig egy vágyam az, hogy gyönyörködjek abban, és ezt teszem is, hogy az Isten milyen nagyon hűséges. Mondanátok egy pár mondatban csak valamit. Mégis milyen ez a dolog, milyen ez az életérzés, mit mondanátok a fiataloknak, mi a hosszú házasság titka. Azt hiszem autentikus személyek vagytok, hogy erről legalábbis a saját véleményeteket megformáljátok. Nem tudom, de gondolom, hogy az én receptem többé-kevésbé beválik a többieknél is. Meg kell élni ezt az 50 évet a házasságkötés után. De aki az Úr kegyelmébe jár, akit az Úr a tenyeré hordoz, amit én megtapasztaltam, az nyilván idáig könnyedén eljut. És tele vagyok reménységgel, hogy van még a számomra készülve. Úgyhogy a holnapi naptól kezdve a 75-re kezdek készülni. Reménykedem, hogy ebből valamennyit biztos kapunk. Szeretet. És ha szeretetet kapunk, azzal mi tudjuk egymást erősíteni, táplálni. Csak ez az elkövetkezendő, betervezett 25 év esetleg valóság is lehet. Hát én is azt mondom, a legnagyobb a szeretet, mert ahol szeretet van, ott minden van. És nagyon boldogok vagyunk, és hálát adunk az Úrnak, mert az Úr által történnek meg a dolgok. Az Úrtól kaptuk a gyermekeinket, az Úrtól kaptuk az unokáinkat, 2 gyermekünk van, 6 unokánk van, és szeretetben és békességben tudunk élni, és ez dicsőség legyen az Úrnak, és tőle kapjuk az egészséget, tőle kapjuk a testvéreket, tőle kapjuk a gyülekezetet, úgyhogy nagyon jó az Úrban járni, és ő vele élni, és együtt lenni. Köszönöm. Köszönjük, hogy elmondtátok, és szeretnélek benneteket is szeretnénk megáldani. Tamást megkérem, hogy gyere, légy szíves, imádkozz, de Feri, gyertek, légy szíves, és egy áldás mondjál. Atyánk, az Úr Jézus nevében végtelenül hálásak vagyunk a mi testvéreinkért. Köszönjük, Uram, hogy láthatjuk az ő házasságukat, amely már 50 éve virágzik, gyümölcsöt terem a te dicsőségedre. És arra kérünk, Uram, hogy a következő 50 évet is tedd ilyen sikeressé és áldottá a számukra. Növeld a szívükben a szeretetet, hiszen megvan írva, hogy ha a mi külső emberünk megromol is, a belső ember minden nap megújul, egyre gazdagabb, egyre szebb, egyre kiteljesedettebb lesz. És hiszem, hogy az én testvéreim életében is ez így lesz. Te megáldod őket, hogy megáldottad és megsokasítottad őket, úgy sokasíts meg a szívükben a szeretetet, az áldást, a kegyelmet, hogy mindazt a jót, mindazt, amit tőled kaptak, tovább tudják adni a gyermekeiknek, az unokáiknak, a dédunokáiknak, hiszen te azt mondtad, mind boldog ember az, aki féli az Urat, aki az ő ösvényein jár, bizony kezed munkáját teszed, boldog vagy és jól van dolgod, feleséged, mint termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint olajfa csemeték asztalod körül, íme, így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat. Megáll téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lásd Jeruzsálemet életed minden napjaiban, és hogy meglásd fiaidnak fiait, békesség legyen egész Izraelben. Amen.